A műsor kávé élményét támogatta a Borokofi Kft. Kézműves kávépörkölő manufaktúra. Jó estét kívánok, Gáspár Sándor, a Bóta Café vendége. Szerintem mindannyian ismerik, például a Katona József alapító tagja volt a Nemzetiben, korábban volt a végben most Székesfehérváron van, az üvegtigris kapásból mindenkinek beugrik. Nekem például egy nagy emlékem tőle, Stálin, akit már Székesfehérváron játszott. Szóval bőven lesz vele miről beszélgetni. Figyelj ide, én most belenéztem, abba a videóba, amikor te átveszed Szentesen, ugye Szentesi hagy, a, a díszpolgári kitüntetést. És előtte mondasz egy beszédet, illetve azt is mondhatnám, hogy nem mondasz, mert annyira meg vagy hatva, hogy állandóan ö, megakadsz, ilyen sóhajszerűen veszed a levegőt, és valami hihetetlen zavarban vagy. Ö, ez mitől volt? Ennyire fontos volt neked Szentes, hogy te tényleg ennyire meghatódtál? Valószínűleg igen, de hozzá kell tegyem, általában azért nem vagyok egy meghatódós ember, tehát lefelé menet próbáltam összerakni a gondolataimat, és ki is kerekedett belőle egy elegáns, nem hosszú, nem rövid, de mégis valamiféle komplett köszönőbeszéd. De amikor elkezdtem, és úgy körbenéztem, és azt láttam, hogy az első sorban ott ül a testvérem, ott ül, drága édesanyám már nem él, huga az ő rokonságával, unokahugaim, tehát akik még kötődnek, mm -hmm. illetve kötnek engem Szenteshez, akkor elfelejtettem, hogy mit is akartam mondani, és az lett belőle, amit te láttál. Tehát ott hevegtél, havogtál, és. És ezt éreztem, hogy valódi volt. Meg gondolom, ha nagyon akarod, el tudsz játszani egy ilyet, nem? Ezen még nem gondolkodtam. Tehát... <laughs> de, de hogy ez, 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 olyan, ez olyan valódi volt, és utána fölment mellé a tesőd, ugye Gáspár Tibor, és szintén színész, és vele meg elkezdtetek ott előadni, hülyeskedtetek valamit, és ez meg már így ment ilyen <laughs> flottul. Tehát abban a pillanatban tudtál váltani. Igen, mert egyébként arra én készültem, tehát annyi lélekjelenlétem volt, hogy ezt nem felejtettem el, hogy a testvéremet fel akarom magam mellé hívni a mikrofonhoz, és akkor egy szentesi csokorból idéztünk fel pár strófát. Hát ilyen hülyéskedve. Hát hiszen ezt a szentesi diák színpadon annak idején így hülyéskedve adtuk elő több százszor, bárhol, amerre jártunk. Ja, kellett hogy ezt ti ki. már akkor ottan, aha. Ez a szedesi népdalcsokor, ez, ez a gimnáziumban is bármilyen rendezvény volt, vagy, vagy fölléptünk falvakban, ezek elhangzottak. Ugye ez tudható, hogy a diák színpadra úgy kerültél, hogy te eredetileg ilyen hú, de komoly fizika-kémia szakra Igen. jártál a Horváth Mihály gimnáziumban, ahol egyébként akkor az még nem volt ugye ilyen drámatagozatos, mert később aztán nagyon sokan, de Horvát Mihály már meg volt igazgatóként, aki aztán később ugye ezt a drámatagozatot... Bácskai Mihály Bácskai, volt. Aj, de mert Horváth igen, gimnázium, igen. bocsánat. Bácskai Mihály, akit mindenki imádott, még én is találkoztam vele, egyszer és csináltam vele egy életút interjút, és és ő állítólag nagyon érzékeny volt, és te jó tanuló voltál, de hülyéskedtél az órákon. És egyszer félre vont és mi történt? Pontosan nem emlékszem már rá, hogy miket mondott, de abban biztos vagyok, hogy valami olyasmit hallhattam tőle, hogy pontosan érti az én hülyéskedésemet és erre, ahogy reflektált akkor, így négy szem szemtözt... Tehát nem ledorongolt, nem, vagy, nem, 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 hogy hogy nem, nem, képzelt, hogy te ezt nem, nem. az órán nézé. De hát öt perc után már zokogtam. Tehát, Zokogtál? Hát nem hangosan, de szóval Mert... olyan megérint, olyan, olyan fantasztikusan szólt hozzám, hogy úgy éreztem, hogy ez az ember az, akivel ha kell, a világ végére elmegyek. És nem azt kérte tőlem, hogy menjek el vele a világ végére, csak hogy holnaptól, ha lehet, látogassam a diák színpadot. Amit akkor ő vezetett? Így van, hm. ő vezetett. De neked állítólag volt egy nagyon kemény papád, aki, aki még hát a... Szóval, hogy még a testi fenyítés sem volt ritka. É, igen, bár erre nem úgy emlékszem vissza, hogy, hogy ez bármiben engem bántott vagy megalázott volna, vagy egy életre szóló sebet okozott volna. Az más kérdés, hogy ezt a fajta nevelési módszert én nem vettem át. De ami tény, az igen, hogy addig a pillanatig, amíg nem bizonyosodott meg apám, hogy öcsém és én végül is tovább tanulunk, azaz többre visszük, mint ő. Ő bolti eladó volt. Bolt ő vezető vezető, volt vezető. Igen. És akkor nyugodott meg, amikor azt úgy érezte, hogy mi diplomás emberek leszünk. És akkor még, vagy akkor már nem volt negatív negatív jellemzése a színipályának. Tehát mi szentesen, ugye 60-as évek közepétől már volt televíziónk, az utca hozzánk járt, hozták a kis széket, a Sámlit. Ja, ez és a régi néztük, klasszikus, hogy mindenki megy tévét nézni. Minden magyar színészt ismertünk. Hiszen mindenkit láttunk a televízióban, és akkor voltak még színházi közvetítések, Békés Csabától Győrig keresztül Kasul, és hát voltak tévéfilmek, filmek. Úgyhogy a színészet a megbecsülés a társadalomban, ha csak így a szüleim keresztül Aha. is nézem, nagyon is... De a csihipuhi az miért járt? Mit kellett azért csinálni? Hát iskolai problémák, ellenőrzőbe. Hát például volt egy, volt egy ilyen sajnálatos eset, amikor a testvérem élete, ez alsó tagozatban volt, élete első tolbamondását végül is teljesítette, akkor főneveket kellett írni, és sikerült neki a legobszcénabb főneveket leírni, amire a fiatal kezdő tanító. Tehát, mint hogy elferdítette a tolba mondást, azt a szöveget, amit mondtak, az direktő ő Igen, vagy, vagy akkor egyszerűbben fogalmazok, főneveket kért tőle a fiatal tanító, illetve az osztálytól, és ő ebben obszcén Aha. főneveket írt le amiből óriási balhélet balhé lett a tanárnőt. Hát egyszerűen úgy kellett összevakarni, romjaiból lelkileg összeroppant, de azért elment az igazgatóhoz, az igazgató meg öcsémet kellő feddésben részesítette, majd ezt a, ezt a feddést ugye legalizálták az ellenőrzőben, mire édesapám hazajött, a munkából már reggel ötkor ment és vidéken dolgozott egy uh -huh. falu központban volt boltvezető akkor, és ő nem megérkezett hulla fáradtan, csak azt látta, hogy be ki kellett tenni mindig a, az ellenőrzőt, hogy mi van benne, és akkor, akkor egy picit el, elcsapdosta nadrág szíjjal öcsémnek a Popsiát. És téged nem? Téged is. É, én is kaptam itt mellékesen, mert én vagyok a nagyobb, és mivel mindig ugye én vagyok a nagyobb, én vagyok a felelős a kicsi hülyeségeiért. Ja, úgyhogy én is kaptam, igen, de nem is annyit, mint öcsém, de kaptam, majd másnap reggel elmentünk az iskolába, megfogtam öcsém kezét, és oda vittem a tanári szoba ajtaja elé, és vártuk a tanárnőt, hogy kijöjjön, és akkor borzasztó volt a bosszú, amit én kitaláltam. Jött ki a tanárnő, és akkor felhúztam öcsém hátán a trikót, és mondom, ez tetszett akarni? És akkor szegény megint elkezdett sírni. De nagyon jóba lettünk utána, anélkül, hogy szóval nem kellett hülyéskednünk ahhoz se, hogy jók legyünk, jóba lettünk. Tehát valahogy úgy látszik, hogy ilyen, ilyen példákon, helyzeteken keresztül kerültünk közel egymáshoz. Az igazgató úr, aki nagyon szigorú volt, akinek nyilván meg volt a véleménye arról, hogy milyenek lehetünk mi, ezáltal jobban megismert bennünket, és kölcsönös szeretetté alakult a feszültség. De az igaz, hogy mondjuk amikor ti diák akkor a szülők megpakolták kajával a kocsit, és azt osztogatták a kaját mindenkinek. Hát igen, általában szombatonként jöttek föl, és akkor hoztak mindent. Akkor az egész kollégium. Ja, el volt ez, ez Budapesti történet? Persze. Már? Tehát persze. nem az ottani diák színén. Nem, nem, nem. Tehát amikor már színművészek. Így van, van, a kollégisták voltunk, és akkor anyukám még megérkeztek szombaton vagy vasárnap, és akkor a kollégiumba, ami 52-es szobánkba összegyűltek az emberek, és akkor ott a tésztától, a sültökön keresztül, a pálinkán keresztül minden, amit csak Szemszájnak kedves adott volt. És sőt, el is nevezték a drága kollégista társaim a pálinkát szentesi csodának. Ez volt a szentesi csoda, amit mindenki várt. Horvai István Kapás Dezső osztályába jártál, azt sokan gondolták akkoriban, hogy az a legnagyobb mázli. Te is így gondoltad? Igen. Bár az első hónapok az ismerkedés jegyében teltek, és nem feltétlen ennek a felismerésnek jegyében, hogy a legjobb helyen vagyok. Mert ők is tudtak nagyon kemények lenni. Igen, de nem ez volt a probléma, hanem az, hogy mi még keményebbek voltunk, ugyanis azt nem kalkulálták be, és mi sem, hogy mi együtt voltunk katonák, srácok, ahol is arról szólt a 11 hónap, hogy hogyan csinálunk hülyét a tisztekből, meg a tiszthelyettesekből. Aha. És amikor megkérdezte a Horvai, hogy na, ö, mindenki akkor mondja el a kedvenc monológiát, amit kértem, akkor mi összenéztük, és azt mondtuk, hogy tanáron ne haragudjon, ezt tőlünk senki nem kérte. És akkor a Horvai szép lassan rájött, hogy itt valami nagy csibészség van a háttérben, és. Le... Tehát nem arra gondolt, hogy na már ilyen Szen vagyok, hogy elfelejtettem ezt a. Nem, mert az a kapászatosan sok tűnt mellette. Ja. <laughs> Volt kontroll, pluszban, és akkor rájöttek arra, hogy, hogy így velünk nem sokra mennek, hogyha mi azokat a szerepeket osztjuk rájuk, hogy ők a tisztek, mi pedig a katonák továbbra is, és akkor elkezdtek érdeklődni, hogy milyen volt a honvédség. És így szép lassan előbányázták belőlünk azt a fajta nyitottságot, amiért úgy gondoltuk, hogy érdemes a színművészetire jelentkezni. És akkor fantasztikus négy évet töltöttünk együtt, azt gondolom, nagyszerű vizsgákkal, nagyszerű emlékekkel. De nem véletlen, hogy amikor felvettek bennünket, mi nem ismertük a horvait, hiszen honnan ismertük volna, ő a televízióban nem igazán szerepelt, még hozzá képest Várkonyi Zoltán, igen. És akkor úgy anyukám még kérdezték, hogy melyik osztályba jársz, és mondtam, hogy horvaiba, hát azt nem ismerték, és mondtam, hogy hát persze a Várkonyi Zoltánt ismerték, meg a Major Tamást, de megnyugtattam őket, hogy mindenki, aki Várkonyihoz, meg Majorhoz jár, minket irigyel, mert a legtöbbet horvai tanárról foglalkozik velünk, meg Kapás Dezső. Hát igen, mert például a major azért híres volt arról, hogy, hogy, olyan túl sokat nem fordult elő az óráin. Meg a Várkonyi tanáról Várkonyi is, is híres igen, volt. igen, igen. A horvai Kapás pedig állítólag nagyon komolyan vették ezt a... Csodálatos az, hogy, hogy akár milyen elfoglaltságuk volt a Víg színházban, ők minden héten délután háromkor ott voltak, és mesterségórát tartottak hatig. És, és ez, ez szentség volt számukra. Na, és akkor egyenes utad volt a végbe végül is. Igen. Emlékszem, hogy már április elején jelezte a horvai tanár úr, hogy szeretné, hogyha a végbe szerződnék, és akkor tehát múlt az idő, én, én én, még mindig nem írtam alá a szerzőt, nem is tudom, mire vártam. És egyszer csak május közepe lehetett, talán a, a bál diplomunkánkat játszottuk a Szent utcában, amikor csörgött a telefon, a portás fölszólt, hogy engem kérnek a telefonhoz, és várkonyi Zoltán van a, Vonalban. És akkor meglepődtem nagyon, hiszen tudtuk, hogy a várkonyi kórházban van. Most a kórházból hívott engem a várkonyi Zoltán. Tényleg? És igen. És körülbelül ennyi volt a beszélgetés, hogy. Gáspár, mit szórakozik? Menjen be, írja alá. Viszlát. És akkor ugye elszégyeltem magam, hogy hogy tulajdonképpen erre vártam. De mire várhat? Nem egyébként? tudom. Nem tudom. Valahogy. valahogy lehet, hogy csak egyszerűen nyegleség volt bennem. Hogy ráél az? Nem tudom. De akkor nagyon elszégyeltem magam, és akkor másnap bementem, és aláírtam a szerződést. Sajnos Várkonyi Zoltán már nem jött vissza ősszel közénk az évadnyitóra. Igen, ő akkor éppen az örkény Pisté a Nem, az előző évben volt, ő ekkor halt meg. Igen, igen, de már azt nem tudta befejezni. Igen, Igazából. És akkor neked milyen volt ott bekerülni a nagy adóászok közé. Csodálatos volt, hogy ö, ö, osztálytársammal, a papverával ö, együtt játszhattam például a ö, ős bemutatója volt a vadász, Kröc vadászat színű szín darabjának. aztán a Homburg hercegében hegedűs ö, dégéza mellett lehettem a Hohenzollern, sőt aztán megjátszottam az Elefántember cím szerepét <kül> a Pestiben, a nagyon a ő felsége komédiásában, a Bulgakovban játszottam, a Bolondot, Darvasivánnal, Sivánnal, Rutkai Évával. Tehát egy fantasztikus közegbe, csapatba kerültem, és mégis mennem kellett, amikor Székely Gábor és Zsámbéki Gábor felhívtak, hogy indul a Katona József színház, és szeretnék, hogyha... És még alak. kellett menned? Mikor Horvai tanárurat aki akkor átmenetileg a Vixina az igazgatója volt egy évig, megkérdeztem, hogy mit szól hozzá, akkor annyit kért tőlem, hogy ne kapkodjak, és egy héten keresztül találkoztunk minden reggel 9 kor a Vixinház előtt, és elsétáltunk a Margit híd közepéig, ahol a lecsatlakozó híd van, a szigetre, és vissza. És így mindenről beszélgettünk, mindenről beszélgettünk, érdekes módon erről nem. De a, az utolsó nap azt mondta, hogy ő ismer engem, tudja, hogy, 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 hogy miért hívnak, és azt is tudja, hogy azzal a fajta felállással, sem szakmailag, sem egyéb izgalmában nem tud versenyre kelni, hogy engem marasztaljon. Úgyhogy sok sikert kívánok. De ez olyan rendes. Abszolút, és te is tudtad, hogy miért hívnak? Én csak sejtettem, mert uh, elég sok vizsgánkat látták ők már a főiskolán, tehát kialakult egy ilyen szimpátia. Ezek csak gesztusok voltak, soha nem felejtem, amikor uh, a Nemzeti Színházba uh, valamiért, talán nem is tudom, egy, egy ismerősömet kerestem, és a portán voltam, és a Fisinémi, mondta, hogy ide nem lehet bemenni akárkinek, mondta ez az idős borzasztó helyesen és <laughs> mégis szigorúan, akkor valaki megszólalt mögöttem, hogy ezt a fiatalembert bármikor jön, tessék szíves beengedni. És megfordultam, és a zsámbéki volt. Tehát ez a, szimpátia ilyen, ilyen gesztusokból már azért összeállt egy, 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 kíváncsiságához, gondolom. Meg hát a stílus gyakorlatok Kat végül is ott a katonában. Az majd a következménye volt, amikor ugye leszerződtünk, és akkor összeállt egy évadterv, akkor a stílusgyakorlat, egy alapító évadtervet a stílusgyakorlat. Ami eredetileg, ugye főiskolai, főiskolai vizsgálóadás volt, és aztán játszottátok hány százszor? Hát a katonában 200-szor, és utána a komédiumban közel. 600 szó. Nagyon közel 700-szor játszottuk összesen. Igen, hát az, az, az eszelős. Azt állítólag, ha valami elma elmaradt volna, vagy elmaradt egy előadás, azt mindig be lehetett tenni. Így van. És nagyon... abból balhé is volt, nem hittem én karácsonyra, nem tudom mikorra is <hül> volt, hogy betették, és akkor már elegetek volt ebből hogy na már megint a stílus gyakorlat van. Ne, akkor. Ne, ne, meg ne. még Cseh lehetett így betenni. Így van, de ez nem, 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 soha nem volt bennünk ez ellen lázongás. Elfogadtuk és természetesnek tartottuk, hogy hogy nagyon praktikus minden szempontból hétvégén a stílus Hát csak jelent, három szerep. Így van. És Illetve Puskás Tamásra együtt így, négy. És akkor a kollégák közelen. pihenhetnek. Soha nem felejtem el, Szirtesági jött haza a Balatorról, találkoztunk vele hétfőn, és Csoki Barnán. De nem, nem, mi, mi, mi ezt soha nem tettük szóvá. Tehát nem is az volt a konfliktus, ami aztán kialakult, egy félreértés volt. Az mi volt? Az az volt, hogy hétvégén délután játszottuk, azt szombaton dupla stílus gyakorlatot, és jött a magyar Laci, hogy... Ő volt a legendás A legendás titkár. művészeti titkár, nagyon szerettük ő is minket, és mondta, hogy holnap délután is nekünk kell játszani, mert a csetamás beteg lett. És akkor csak ennyi volt a reflexió, hogy mentünk már be a színpadon, hogy Laci, én játszom, a, én, én például játszom a játék színbe, úgyhogy ne, nem, nem hiszem, hogy tud menni. Ennyi, el is felejtettük. És a Laci nem jelzett vissza, hogy ebből lesz valami bonyodalom. Na szumma a ez úgy ment ö, végig a színházi hírláncon, hogy mi negligáljuk az előadást, és ebből egy egy, egy rossz konfliktus alakult ki, aminek a vége az lett, hogy fölálltunk és eljöttünk. Hát teljes egy mert a bán, igen, bán az maradt. Igen. De igen. mi ebből a kis izéből lett olyan? Sok-sok dolog gondolom közrejátszott kinek-kinek. De e, mit? E, e, én más nevével nem tudok beszélni. Csak a, a te van, Tehát, hogy, hogy engem az mélységesen sértett, hogy, hogy egy ilyen dologban végül is szerintem egy egy kiskorúsítás történik. És ez nagyon bosszantott. tud. Hát én felnőtt ennek éreztem magamat, és azt gondoltam, Már hogy... most miben? Hát abban, hogy engem egy igazgató oktasson arról, hogy mi egy színházi alázat. Mi a közösségi létezés. És ez nagyon bántott és felháborított. De ez ki volt a Zsámbéki, vagy a, akkor még a Székely Gábor? Maradjunk abban, hogy a vezetés. A vezetés. Igen. De, De ez minek kapcsán, hogy te elmentél a játékszínbe játszani végül a helyet, hogy a stílus gyakorlat... igen, igen, aztán végülis ez nem lett úgy, úgymond kibeszélve, hanem kaptunk egy büntetést, pénzbüntetést, szóval nem tudom, és aztán még jutalmat is kaptunk, kvázi, hogy oldja, ezt a vezetés, de akkor már nem tudta oldani, tehát így elcsúsztak a dolgok egymás mellett. Utólag persze nem bánom, mert hála Istennek teljesen normális volt a kapcsolatom, sőt, visszamentem vendégként dolgozni a katonában, ott játszottam majdnem tíz évig a kocsanást. A Spirodja egy darabban. Te igen, igen, a férfi. Igen. De hát te még a katona nagykorszakának egy részét, hát a három nővérbe benne voltál, amivel hát bejártátok a világot. én akkor már nem. nem. Az elején voltam ott, azt hiszem, talán Németországban volt az első három nővér kiruccanás, egy fesztivál. És tílus voltunk persze Prágában, meg voltunk uh, uh, Szigeszben, de a három nővérnek a nagy uh, már nem te. turnéjából csak az első Németországit ö, kaptam ajándékba. Tényleg annak, mert csodálatos volt először játszani külföldön ezt az előadást, és hát tomboló siker volt, és azt látni, hogy a nézőtéren lent ülnek az emberek, és a kezükben van a példány, a Csehov példány, és közben minket néznek és figyelnek. Bár hogy nem volt szinkron tolmács, meg felirat sem? akkor még nem volt felirat, tehát akkor még nem volt divat. Szinkron tormás nyilván, hogy volt, de akkor is követték ők könyvből. És azt el mondjam neked, hogy az, hogy idehaza Szirtes Ági, természetesen már akkor is egy olyan ismert és nagyszerű színésznő volt, de igazán a Dorottya és a Básti Júli voltak azok, akik a, akik a mindennapokban jelen voltak címlapokon, egyik filmben őket között a másik, ágilag talán akkor még nem annyira, viszont itt kint az első külföldi közönség előtt, ahol nem ebből a kultúrából értékelnek, hanem másból, először látták, hát csodálatos volt látni azt, hogy mind a három lányt ugyanolyan szinten ünnepelték. Csodálatos volt látni. Na, és aztán, aztán neked hát ugye aztán jött új, új színház előbb-utóbb. Igen, azért ugrottál most egy nagyot, mert azért én hét évig szabadúztam. Uh -huh. És a szabadúszásom első állomása szinte az a Radnóti volt, ami akkor alakult egy évvel korábban. Irodalmi színpadból vált aztán Radnóti Miklós színházzá, Bálint Andris vezetésével, ahol is eljátszhattuk Taub János rendezésében. már 70 katonát. A 70 katonát, és az egyáltalán nem volt titok, és nem volt, hogy is mondjam, kellemetlen beismerés, akár honnan néztük, hogy az a közönség, aki minket nagyon megszeretett a Katona Színházban, az a főleg fiatal egyetemista közeg, nagyon sokan átjöttek hozzánk a Radnótiba. Tehát ismerős arcokkal találkoztuk, akkor még nem volt Facebook, meg egyebek. Ott folyamatosan vártak minket autógramért. Tehát a 72 katona volt a szabadúszásnak egyik legfontosabb terepe, illetve aztán a, a komédium, a játékszín, és ebből alakult ki egy olyan közösség, egy ilyen lazább szövet, ilyen társulati szövetszerűség, ahol aztán a Mari, a svajda, Garas Dezső, Bubik Pista, Hernádi Júci, úgy tulajdonképpen egymást erősítettük és néztük, vagy a József Attilába, vagy a játékszínbe, vagy bárhol. Tehát a komédiumban ugye az Eperjesen meg, meg, veled megrendezte a striptiszt, az Igen. is ment, vagy több mint 400 szor. Iszonyú sokszor. A, azt se akarta senki inni, mert ez mit tudom én, három negyed óra, ha van. A mellé mindig szoktak tenni minimum még egy rozsek darabot. Olyannyira, Ilyen, hogy egy... amikor bemutattuk, akkor a félelemről jeles közéleti embereket interjú voltak meg pár percben, hogy ez legyen az előadás előtt egy ilyen 15-20 perces blogban, hogy valahogy sűrítsen. Hogy kiadja az estét, igen, és az az estét. a mondta, hogy de hát nem és kell. És aztán nem Ez kellett. elég lesz ez a... Kiderült, Én hogy az... nem kell, igen, igen. Igen. Na, most egyébként ugye ott játszottatok tovább a stílus akkor is má, még, amikor már, és én tudom, hogy akkor már, akkor is csináltam veletek ott interjút, amikor már a Dörner hát elkezdett nagyon jobbra menni, meg ugye, meg ugye aztán lett ez a bal és új színházi igazgatóváltás, és akkor ti hogy, hogy, voltatok együtt? Ugye te az első közt kijelentetted, hogyha, és akkor te az új százban voltál még, hogyha a Dörner, akkor lesz az igazgató, és felszólítottad, hogy adja vissza a kinevezését, akkor te itt nem maradsz. Nem tartottam becsületesnek azt, hogy a minimális szakmai felkészültséget sem veszik komolyan. Te egyszerűen Gagyinak nevezted a pályázatát. Szó szerint, igen, szó szerint. És uh, uh, egyébként arra a kérdésedre, hogy ugye mi folyamatosan játszottunk közben stílusgyakorlatot, erre meg csak azt tudom mondani, hogy hogy az azért volt fájdalmas, és ennek semmi köze nincs a politikához ahhoz sincs köze, amit az előbb mondtam. Tehát az, hogyha egy, egy gagyi egy pályázat, az gagyi, az nem politikai kérdés, az egy szakmai kérdés. Hát miközben a kinevezésnek nagyon is volt köze a politikához. Az, 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 az más kérdés, mint nyilvánvalóan egy politikus csak politikai döntést tud hozni, hiszen az a feladata. De az, hogy mennyire veszi figyelembe a szakmát, az is egy másik kérdés. De én szerintem egyáltalán nem vette figyelembe, és a gagyit részesítette előnyben ez engem mélységesen bántott. De a stílusgyakorlatra visszatérve, hogy ugye azt nekünk még játszanunk kellett. A stílusgyakorlat függetlenül az új színházas helyzettől sajnos az utóbbi pár évben, amíg játszottuk, egy nagyon komoly lejtmenetbe került, ízlésben. Olyan szinten különböztünk már az addigi évek alatt, ki kivel, hogyan találkozik ízlésben, hogy átalakult a színházhoz való viszonyunk, egymáshoz való viszonyunk is. Tehát a legszomorúbb ebben ez a felismerés volt számomra. De de ez mit, mit jelent? Tehát, hogy elkezd, de valaki, vagy akár mindannyian ripacskodni, vagy. É, igen, igen, igen. Az a titka az előadásnak, hogy elkezdünk valamit, egy mérnöki pontosságú szöveget mondani, és a végén... Ami hát a... közben egy veszett komédiázás. Igen, de a, a konferálásról beszélek, a kínálásáról a közönséget, ahogy beavatjuk. Úgy avattuk be a közönséget, hogy ebből a rendkívül száraz, tényszerű közlésből a legszabadabb játék, a legszenvedélyesebb véglet keveredett aztán ki, ha már az elején ezt elengedjük, és már ott beindul egyfajta kikacsintás, egy az azaz ripacskodás, akkor ez, ez már nem azt jelentette, amiért mi ezt megcsináltuk. És ebből nagyon komoly konfliktusaink voltak egymás közt, sajnos a rendező Salamon ebben nem tudott igazából segíteni, úgyhogy szép lassan úgy, úgy kikopott a kedvünk az egészből. És mennyire beszéltetek egymás közt? Tehát amit te nyilvánosan elmondtál, hogy, hogy na hát akkor, akkor netán ezt nem kéne csinálnod dördnel azt egymás közt meg tudtátok beszélni? Nem tudtuk megbeszélni. De még te próbáltad, és akkor azt mondta, hogy na ne, e, e, vagy, most, vagy, nem most, is próbáltad. Elnézést, nem akarok erről én sokkal többet beszélni, mert, mert minimum itt kéne neki is ülni akkor, hogy hát lenne kedvünk erről beszélni együtt. Tehát én csak a magamét tudom mondani, hogy sajnálatos dolog az, és ezt be kell látnom függetlenül most attól, hogy igazgató, nem igazgató, azt, azt a be kellett látnom, hogy ö, hosszú évek alatt, igenis nem csupán az élet tapasztalata, hanem a munkával eltöltött, a rendezőkkel, kollégákkal eltöltött idő színvonala rárakódik az emberre, az egyénre. És ö, nagyon tudni kell, Dönteni, jól választani, figyelni, kíváncsinak lenni, hogy kikhez kötődik az ember. Mert az ő rá is hat visszahat. Akkor te azt mondtad, hogy volt barátod, és remélet, hogy még barátod. Most akkor ezzel mi van? Ne, ne, nem azt mondtam, hogy, hogy remélem, hogy még barátom. Én nem azt mondtam, én, én nekem a Hogy szomor... még, még lesz remélet nem, hogy még. A, a szomorúságom az hogy a barátságok azok tulajdonképpen nem tudnak életre köttetni, mert a barátságot valami olyan mélység támogatja, ami a kibeszélés, és sorolhatnám ennek az összes jellemzőjét, jelen van. Ha ez elveszik, akkor, akkor erről nincs mit beszélni. És akkor már az ízlés. Tehát az nagyon ritka olyan barátságot nehezen tudok elképzelni, ahol ízlésben nem tudunk két percig egyről a kettőre jutni. Uh -huh. Hát tulajdonképpen ugye a házasságodról is azt mondtad, hogy te azt gondoltad, hogy egy életre. Vagy nagyot ugrottál most így Igen, hát de, a... nem, De hogy a, 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 arról asszociáltam, hogy arról is azt mondtad, hogy egy. Ide figyelj, bocsáss meg, mielőtt még folytatnám. Igen. Látom, most lapoztál ebben a történetben, nem azt gondolom én, hogy itt most végig kell centélül-centélre ah. a létezésünket ebben a beszélgetésben ah. a napjainkig, nem annyira fontos ez, viszont azt azért el kell, hogy mondjam, hogy a művész színház kérdése, amire talán nem is emlékszel. Hát hogy nem, hát, hogy nem emlékeznék kérek, egy rövid életű ööö, ki is, ki is, ki is, ki is volt. hagytad a felsorolásból, holott azért azért nagyon fontos része volt az életünknek, akik mi akkor szövetkeztünk, Törőcsik, Darvas, Taub János, Garas Dezső, Bubik István, Bánsági, Hernádi, Eperjes, én és aztán mi voltunk az alapítók, de hogy először pályáztunk meg hivatalosan ebben az országban egy színházat, és hogy ebből mekkora botrány lehetett a szakmában, és hogy azt a politika hogyan tudta ide-oda hígálni és kicsinálni, és hogy ugye a szakma kvázi nem állt ki, ahogy annak idején a katona József megalakulása, akkor a szakma egyöntetűen egy kiállt a katona mellett. De nem Tehát az, csak azért mondom, hogy ezek a dolgok, Amik aztán történtek a Mari meghúzódtatásával, és a többi, és a többi. Ahogy aztán a Svajda visszakerült szornokra, majd a Nemzeti Színház, majd Kaposvár, ehhez képest ö, 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 ezek az úgynevezett árkok, amik kialakultak, azok bőven onnan is datálódhatnak. Szemtanúja voltam egy csomó dolognak, amiről azt mondják most, hogy jaj, Istenem, hogy létezik az, hogy árkok vannak. Katasztrofális volt az a felismerés, hogy nem lehetett akkor érvényes színházat csinálni, akár a katonán kívül. De, de nem, még a Székely Gábornak se sokáig. De nem az is volt a baj, hogy azért, hogy mondjam, azért, hogy, hogy olyan nagy mellénnyel indultatok el. Tehát úgy kijelentettétek, ez lesz az ország legjobb színháza. Uh, és megint csak uh, um, egyén felelőssége. Izlés ilyet nem mondhatsz, bár lehet, hogy ez volt a összesítése, hogy mi így nyilvánultunk. Egyes ember, aki azt mondta, hogy ha már fotbaloztam az mb 1 be akkor miért nem a válogatodba? Tehát az egyén felelőssége megint. Tehát... És, hogy, és hogy ahhoz képest, meg emlékszem, volt egy, Tán az első héten, vagy hetente egyet, tehát, hogy Ripszorsz, bemutattatok három produkciót, és azért ez az nem volt olyan, ami igazolta ezt, hogy hát, hát figyelj, az első előtt, még nem láttuk. De ne, nem is feltétlen jellemző a színházakra. A Katona se úgy egyből, hogy az első évadja hát, volt a legnagyobb. Azért figyelj, azért nem. Mirandolina. Az jött a nemzetiből, tehát azért igen, ezt ne Igen, igen a, Akár a Stilgyak. Az is jött igen. máshonnan tehát visszatérve aztán ugorjunk hát ebből igen. a témából, tehát hogy akkor nagyon sok olyan dolog történt, ami a mai napig tartó, hanem is sebeket, de komoly hegeket mutat, láttat tehát azt a színház életünk testén. Ott domborodott már ki az, ami aztán később hát bekövetkezett a szakmába, hogy, hogy, hogy tényleg árkok ásódtak, és nem temetődnek be. Így van. Uh -huh. Beszéltünk egy kicsit arról, amit hogy előbb kérdeztem. Na, tehát, hogy, hogy ugye azt mondtad, hogy remélted, hogy, a, hogy, hogy, egy életre szól a házasság, és, és hogy az életed legfájdalmasabb mondata az volt, amikor, amikor kimondatod, hogy nincs család. De hogy aztán később ebből is, ebből a fájdalomból is sok minden felhasználható volt a színpadon. Szóval, hogy ez ez, ez hogy volt? Ö, valószínűleg, hogy az a kultúra, ahonnan jövök, szentes, a család, bár édesapám elvált, de fél éves házasság után gyerek nélkül, aztán ismerte meg édesanyámat. Tehát valahogy szégyen, szégyen a vállás. Tehát amikor azt láttam, hogy az én szüleim a 60-as, 70-es években, amikor minket neveltek, és nagyon nehéz körülmények között, jóval nehezebben, mint ahogy én élhettem a család életemet, ők jóban rosszban együtt tudtak maradni, erősek voltak. És ezt én a saját gyengeségemnek tudtam be, és sokáig úgy éreztem, hogy alapvetően én vagyok a dolgok elrontója, és sokára... De, de miben? Tehát miben volt Nem voltam elég figyelmes a dolgokhoz, hát rengeteget dolgoztunk, azért gondold el. Rengeteget, estéket alig voltam otthon, hát hihetetlenül be voltunk fogva. És természetesen örökölve édesapámnak vehemenciáját, de még akkor is, hogyha nem alkalmaztam az nevelési módszereit, nyilván Türelmetlen voltam sokszor a gyerekekkel. Ez be kell lássam. Ugye feleségbánsági Ildikó volt, Igen. és a Gáspár Katát sokan ismerik, szintén színész lett, és a Gergely Dobost is Igen. elég jól ismerhető két gyermek. Igen, és aztán? De aztán rájöttem, hogy, hogy az első komoly-komoly letargiából, az a felismerés azért kirángatott úgy szép lassan, hogy ez egy hülyeség. Mi az, hogy nincs családom? Hát de dehogy nincs. Hogy ne? Attól, mert különment a volt feleségemmel az életünk, attól a család az, 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 adott, és ugyanúgy érvényes, sőt, tehát hihetetlen jó a kapcsolatom a gyerekeimmel. És Ildikóval. Ővele is, abszolút. Általában minden család ünnepséget együtt tartunk, ott vannak a gyerekek, abszolút. És akkor nem lehetett volna ezt helyre? Az... De Én azt gondolom, hogy így kellett sajnos ennek történnie. Hmm. Így kellett történnie. Hát volt ugye még egy úgymond vállás a nemzetitől való, való, való elvállás, ahol ugye te ott, ott voltál egy egy jó ideig, sőt benne volt az utolsó ö, Alföldi Ére alatti produkcióban, a, a mephisto ahol már át kellett élni azt, hogy hogy ilyen tüntető, vastaps, tüntetésszerű, hosszú, vastaps volt tulajdonképpen ö, mellettetek, és hát maga az előadás ugye keményen a hatalom természetrajzáról szól, aminek meg hát ugye nyilván jelentős része volt abban, hogy ott igazgatóváltás lett. Szóval hogy ezt, 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 hogy élted át? Mindannyian nagyon nehezen, mert bár említetted a Mephistót, előtte a Velencei Kalmár volt, bemutathatom, amiben én játszottam sajlokot, és ezek mind ebben Magata az időszakban ő búcsúztak. nem. Antóniót azt nem. Ja, 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 mert mindig, 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 igen, össze igen, szoktuk, igen. mindig össze szoktuk ezt keverni, én is összekeverem. Tehát, tehát Ö... nem egy előadással búcsúztunk estéről estére, hanem nekem azt hiszem még volt, ezen kívül kettő volt a Osborne-Hazafi. És ez, ez őrület volt, hogy akik megnézték, ők utoljára látták. Viszont mi még nem utoljára játszottuk, hanem nekünk másnap vagy egy hét múlva is, Igen. még játszani kellett, és mindig azt átélni, hogy minden este búcsúznak tőlünk, tehát szó szerint szinte temetnek bennünket. Ez borzasztó fárasztó volt. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz időszak volt. És lelkileg mennyire viselt meg? Mivel előtte az új színházból hasonló képe jöttem Aha. el, hogy ott is minden este búcsúztak tőlünk a nézők, mint a temetésen, ezért már picit fel voltam vértezve lelkileg a tapasztalás által, de irgalmatlan nehéz volt. Ráadásul a Nemzeti Színházban azt gondolom egy nagyon erős, egy nagyon ütős csapatot eh, csapat szervezett az Alföldi Robi korban is, lélekszámban is. Igen, Én tehát egy meg. nagyon jó nagyon jó társulattá igen, 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 igen. állt az össze, amiből aztán többen mentek és székesfehérvárra. Úgy van. Ahol? Jól vagy, és ott, ott játszott a Szállint, akit még a Felkovban mondtam. Igen, igen. Ami igen. hát egy eszelős nagy, nagy szeret. Ugye szoktad mondani, hogy van olyan előadás, mondjuk a. Na most nem, a bakterház, az indul a bakterház, amire elég fél órát előtte koncentrálnod rákészülni. A, a, a Mesterkurzus volt ennek a darabnak a címe. Abban a Stálinra minimum két órát kellett előtte. Hát, Ilyenkor ö... ez hogy néz ki, hogy ülsz az öltözővel? És... Nem, nem, ez, ez egy, majd, hogy nem, ez nem is igaz a két óra. Ha ö, mást próbálok, akkor. Akkor minimum két órát fele kell, hogy töltsek. De ha jobban ráérek, tehát nincs más dolgom, csak este előadás mondjuk ebből. Igen, meg kell, hogy jegyezzem, Cserhalmi György rendezte. Igen, nagyszerűen igen. ezt az előadást. Akkor az egész napom rámegy. Egyébként nem csak a. Mert mit csinálsz? Hát ezzel a tudattal kelek, hogy ma este azt játszom. És akkor szép, lassan elindulnak így a koncentrációs. Uh sémák, amiket bennem az évek kialakítottak, és akkor szépen lassan beérkezem este hatra úgy, hogy már fejben, technikában megvan az előadás, és akkor gyakran hangosan ezt még el is mondom. Hangosan? Persze, uh -huh. persze. Ugye tudom, hogy úgy akartad játszani, és úgy is játszottad, hogy ez a, mert sokan ugye így azt képzeljük a sztályiról, hogy hát egy iszonyú vérengző diktátor, tömeggyilkos minden egyéb. Az is. Az is. De ugyanakkor meg azt is meg akartad mutatni, hogy ezt az embert rengetegen szerették. Tehát, hogy, hogy a halálakor, hogy, 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 hogy rajongtak érte, hogy a nők gyereket akartak tőle, és te megmutattad ebben azt a fickót, akit tehát megértetted, hogy mit lehet benne szeretni. Ami azért egy, egy nagyon nehéz, meg komplex dolog, nem? Mert miközben meg egy vadállat akár, hogy is vesszük. Igen, 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 de tehát a, a, a központosításnak egy olyan figurája, a Stalin, ami nem véletlen, hogy nagyon sok művészt, nem csak festőt, nem csak zeneszerzőt, hanem drámaírót is megihletett, egy ilyen abszurdra is, mint ahogy ez az angol darab megmutatja a Sztálint. Ahogy fel tudja mutatni ennek az abszurditását, hogy egy minden hája megkent, elfajzott lélek képes úgy instruálni világhírű zeneszerzőket, hogy ő nekik elmondja, hogy hogyan kéne igazi zenésznek lenni. Tehát olyan kontroll nélkül képes. Ugye Prokofjevnek és Sostakovicsnak magyaráz, és próbálja befolyásolni te, őket, hogy te, hogy szerezzen a fajta zenét. központosítás kedvez annak a kontrolltalanságnak, hogy elhiggye magáról, hogy ő a legnagyobb íróknak is tud bármilyen igazi magvas gondolatot átadni. Tehát ez az ijesztő benne, hogy ha a tömeg, a nép maga fölé emeli azt az egyént, aki természetesen elkezd mindent, mindent a centrumba hozni, akkor ő mindenek fölött van. A legnagyobb művészek fölött is van. Mert ő tudja, hogy mi az igazi zene, amit ő gyerekkorából hozott a bölcsőből. És annak még volt dallama. Hát, miközben természetesen nem tudja. Hát, hogy tudná? De, de. Egyébként ő beleírt filmforgatókönyvekbe is. Hát egyébként, ugye ez már jó pár éves előadás, de már akkor erős áthalásai voltak, most még inkább lennének. Mert ugye most még inkább érezzük, hogy a művészetbe, a színházba, a színművészeti egyetembe, hát egyre inkább bele akarnak szólni. Ez téged egyébként foglalkoztat? Hogy a csodában -e? Persze. Uh... sokáig azt gondoltam, hogy én így az árkokról az előbb beszéltünk, hogy valamiféle hidat is képezhetek, ami nagyszerűen tudok a Vignyánszki Attilával, vagy tudtam Vignyánszki Attilával dolgozni, ugyanúgy tudtam Alföldi robóval is nagyszerűen dolgozni, és mondhatnék még ilyen példákat. És elkeseredve kell látnom azt, hogy semmit nem, semmit nem jelent az, hogy én egyébként mind a kettőket tisztelem. És tudom, hogy ők is mind a kettő engem tisztelnek. Tehát néha úgy érzem magam, hogy mi közben, mintha nem is lennénk. Elszomorítónak tartom, hogy olyan embereket látok, akik, kimerem mondani, még talán most is barátaim, a lehető leghülyébb helyzetben tragikomikus helyzetbe. Aztán meg ijesztő, félelmetes helyzetbe. De ez alatt mit, mit értesz? Azt értem, hogy jelentős, komoly színész kollégáim, akiknek a tanítás igazából nem volt soha a megszállottság része, az önképzés része, a visszaigazolás része, hogy hirtelenjében valamiféle központosított gondolatot képviselve belemennek ebbe a nagyon komoly dologba. Ez bosszant is, sajnálom is, és kiábrándít, hogy tehetetlen vagyok. Természetesen ott vagyok, tüntettem, kiálltam a testvéremmel őrségben az SFE épületén, de attól tartok, hogy ez, ez, kevés. Tehát semmibe vannak véve ezek a dolgok, gesztusok. Csak ez most egy teljes helyzet. Én szerintem igen. Igen, igen. Nyilván az ottani fiataloknak, akiket most vesznek a főiskolára, tiszta szívemből kívánom azt, hogy teljes odaadással dolgozzanak és, és tanuljanak meg mindent, amit csak lehet. De közben megértem azokat is, akik nem akarták ott folytatni, és nekik is csak azt tudom kívánni, hogy hajrá, minél többet a mesterektől tanuljanak, és úgyis övék a jövő, és majd ők, ha találkoznak, nem lesznek ilyen pofoszkodásunk. Uh -huh. Miközben most itt sok minden színházi dologról beszéltünk, Üh. a filmes dolgokról Üh. viszonylag kevesebb, <kül> holott te ugye már nagyon hamarra a pályád elején filmeztél. Üh. Sokaknak szerintem az van, hogy Meghajátko, hogy Gáspár Sándor, és az ugrik be, hogy az az üvegtigrises. Erről mit gondolsz, és örülsz -e ennek vagy? Az azt ö, hamar tudomásul kellett vennem, hogy ö, igazán azok a filmek lesznek népszerűek, amik a népszerű műfajban vannak pontosabban arra tervezték. Tehát, hogy a Stálin... játék, igen. Bocsánat, hogy a Stálint eljátszottad egy stúdiós színházba, ahova befért száz ember, most, amit tudom, eljátszottad ötvenszer, azt látták ötezren, kész, vége, Így ennyi. Van, ennyi. Miközben az a pályád egyik csúcspontja. Igen. És benne vagy egy tömegfilmbe, hát azt akkor meg ugye... Ezzel a tömegfilmet most, most kicsit pejolatíven... Nem, nem, azonban. nem. Tehát, hogy, hogy egy olyan jól sikerült végjátékról beszélünk, amit tömegsiker lett. Igen. Így, pontos. Okay. Én nagyon örülök, hogy benne vagyok, vagy benne voltam, de talán meg, meg fogsz lepődni, legalább, hanem nem nagyobb sikere van még mindig az úgynevezett rendszerváltó filmünknek, a Chablacscsinak. Aha. tényleg? Tehát, így van. Tehát, valamitől ezek még mindig élnek. Tehát azt kellett tudomásul vennem, hogy, hogy uh, hiába, óriási odaadással elkészült, felkészült alakítás az enyém, és díjaznak is érte egy fesztiválon, vagy kint vagyok vele külföldön, San Sebastiánban, vagy Kámba, vagy Montreálban. Legutóbb egy ilyen nagy sikerülményen pont kána volt a Mundrucó filmmel, amikor elnyertük a Nemzetközi Kritikusok díját a Deltával. Hogy idehoza ennek nagyon kevés híre nyoma van, ahhoz képest valóban, hogyha egy sikeres filmvégjátékba játszik az ember. De mesélhetnék a, a felével csinált filmjeimről, amiket rengeteg szakmai díjat. vele dolgoztál a legtöbbet egy igen, egyébként Igen, film, igen, 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 de ugyanúgy a Molnár Gyurival, Elek Judit. Tehát ezek, ezek nagyon fontos filmek, mert én lehet, hogy nem voltak olyan nézettségűek, mint az előbb említett végjátékok, viszont én színészileg, emberileg rengeteget tapasztaltam és kaptam tőlük. Ö Mennyire vagy? Tehát, hogy ezekben a vigyátékokban ugye elementáris a humorod, mint ahogy a stílusgyakorlatokban, meg több minden. Amúgy mennyire vagy az? Mert most, ahogy így mi dumálunk, akkor te egy ilyen töprengő, lassú, halk ember. Köszönöm. Halk ember vagy. Ez vagy te valójában? Tehát, a, a, ami, amikor hangos vagy, és attraktív vagy, és brillírozol, az a játék, vagy te tudsz a hétköznapi életben is valami hasonló lenni? Te ne úgy képzelj engem el, és remélem a, a nézők se így fognak elképzelni, hogy én fölkelek, és elkezdek hadoválni nagy gesztusokkal, harsányan. Hát bocsánatot kérek, akkor neked is igazából csak azok a munkái maradtak fönn, amik így a tömegesen nagyon látványosak és szeretnék. Ne, de hogy is nem. Tehát csak hogy azért, azért... Azt mondom, hogy ezzel azonosítanak téged sokan. De a kérdésed az volt, hogy én milyen Igen, vagyok. Igen. Hát mondom, hogy nyilvánvalóan nem. Tehát nagyon izgalmas. A színház nyilván nagyobb lehetőséget ad arra, mintsem hogy a sémát képviseljem. Tehát a sémát nevezzük a bakterháznak. És ehhez képest Shakespeare hősöket, Szabó Magda hősöket játszhatok a színházban, amellett a groteszk mellett, és is eljátszhattam. Tehát én így a magam elemzésével nem nagyon foglalkozom. Tehát gondoljatok rólam, amit tudtok vagy akartok. De akkor te nagyjából ilyen vagy, mint aminek itt most. De még gondoltad, B mondhatod. hogy most eldöntöm, hogy a bótával találkozom, akkor majd <laughs> hirtelen kitalálok egy figurát az első húsz percben, és ragaszkodok hozzá? Nem. Nem. Ö, 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 nyilván... Tehát mondjuk a színész társalgóban is ilyen vagy. Hát mikor milyen? Aha. Hát ne, ne, nem, nem, nem tudok erre se sémában gondolkodni vagy gondolni. Nem, nem. Azt hiszem, hogy még az emberekkel kapcsolatban is mindig más, 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 lehetek. Tovább megyek, törekszem arra, hogy ne alakuljanak ki sémák. Nem szeretem, hogyha kialakul az, hogy már pedig én szöveget így tanulok. Nem szeretem. Azt szeretem, hogyha minden egyes munkában más dolgok alakulnak ki. Tör, tehát törvényszerű, hogy kialakuljon egy előadásra való készülés közben, az előbb beszéltünk erről, valami séma. De amikor már elkezdenek ezek a sémák engem oda kötni, hogy a koncentrációmat nem tudom szabadon képviselni, és erősebbé válik a séma képviselése, akkor azt fel kell rugni. Tehát nincs olyan, hogy most akkor elmegyek a színpad sarkáig, ahogy szoktam, hogy csináltam már húszszor, és akkor onnan visszafele elmondom még azt a szöveget. Mert akkor ez a koncentráció része. Amikor már ez terhessé válik, akkor nem csinálom. Ugyanígy vagyok azzal is, hogy van, amelyik rendező kéri, hogy tudjuk a szöveget, akkor szól, jó. De ha ez nem fontos, akkor nem, akkor improvizálunk. Nem akarok belekerülni ezekbe a előre legyártott, engem biztonságban tartó. Tehát a bizonytalanság sémáját szeretném most kialakítani. Ezért is szeretek menni. Ja, és azért el kell, mondjam, rendkívül. Furcsa volt annak idején nekünk egyetemistaként, főiskolásként, hogy egy Gábor Miklós lement Kecskemétre. Nyilván te is hallottad ezt a... Hát igen, kicsit... és a Színházatot hagyta Igen, de hogy, hogy, hogy érzed magad, és jós. volt egy ilyen, ilyen szellemeskedés, hogy mint Gábor Miklós Kecskeméten. Na most azért ez csodálatos dolog, hogy akkor ő már 60 fölött lement Kecskemétre. Vagy csodálatos dolog volt az a Törőcsik Mari és Garas Dezső részéről, hogy lementek Szolnokra 60 fölött és újra tudtak alkotni tiszta szívvel, megújulva. Ezek a példák nekem nagyon fontosak. Vagy azt például, hogy, hogy megértettem, hogy őze Lajos, miért nem színművész, az ön megfogalmazása szerint színjátékos. Játékos. Csapattag. Játékos. És ezt a fajta játékosságot tapasztaltam akkor, amikor először dolgoztam a Garassal meg a Törőcsikkel úgy játszottak velem, és én is velük, mint kortalanul. Nem volt kérdés, hogy ki hány éves. És ezt a példát, hála Istenek, nem kell folyamatosan propagálnom önmagamnak, de néha gondolok rá, hogy ez segít. Ezért nagyszerű dolgok vannak a fiatalokkal is. Mert játékosok, és én is az vagyok. Enélkül nem tudom elképzelni. Hát akkor sok-sok jó játékot kívánok neked, Jaj, köszönöm. és köszönöm, hogy jöttél. Köszönöm szépen. És önöknek is köszönöm, ha néztek minket. Gáspár Sándor volt a Bóta Café vendége. Viszontlátásra. A műsor média szakmai partnerei. Színház.online. Mediamix.hu. A legjobb hírek keveréke.